A szabadság teste, Lengyelország, részlet. Aki ad magára, odautazik, legalább érettségi után. Farmergatyát vesz, meg pólót, és egy olyan sarut, ami csak szíjakkal van a lábfejéhez kötözve, olyat, amivel akár Woodstockba is el lehetne menni. Csak Krakkóig megy vonattal, onnan stoppal tovább, mert annyira szabad. A haja is hosszú, mert még a haj növekedését sem szeretné korlátozni. Így terveztük az utazást érettségi után 1979-ben. Lengyelország a szabadság. Lengyelország a tiltakozás az ellen a világ ellen, amiben élünk, amit rabságnak, megalázó kiszolgáltatottságnak éltünk meg, tele orosz katonákkal, eltagadott történetekkel, ne szólj szám, nem fáj fejem emberekkel. De a lengyelek mások. Ott az van, hogy szabad jazz és szabad színház, és a hajógyárakban simán szervezkednek az emberek, mert akkora hajókat gyártanak, hogy ilyen nagy hajógyártó munkásokkal senki nem mer szembeszegülni, újat húzni, bajuszt akasztani, mondta valaki, aki tudta, hogy Lech Valenzának nagy harcsa bajusza van. Elmegyünk majd, és beszerzünk szabad lemezeket, és szerzünk majd szolidárnosz jelvényt, és azt itthon hordani fogjuk. Persze csak akkor, amikor nem lát senki, vagy a kabátunk belsejébe, csak a haverjainknak mutatjuk meg, kihajlítjuk a kabátgallért, mint a titkos rendőrök, hogy lássa ez a barát, tulajdonképpen mi hová is tartozunk. Pénzt sem pénztünk át a határon, a szabad piacon háromszor annyi zlotyit adnak érte, mint a bankban hivatalosan. Leszállunk majd, mondták, akik már jártak, és keresni sem kell a titkos átváltókat, rögtön lecsapnak ránk, a tranzakció már nyélbe is van ütve. Semmi bürokrácia, csak úgy, ahogy a haverok között. Kell nekik a pénzt, mert lehet, hogy Lengyelországban szabadabb a színház, de üresek a boltok. A szocializmus olyan volt, hogy minden országban más volt szabad csinálni. Magyarországon enni volt szabad. A határőrök nekiestek a cuccainknak, mindent átkutattak, de nem találták meg. A szendvicseket nem szedték szét, pedig az egyik zsemlében belül nem gyulai kolbász volt, helyesebben nem csak az, hanem ott volt a mi kis pénzünk, amit Krakkóban, ahogy megérkeztünk, rögvest átváltunk. Tényleg úgy volt, hogy alig szálltunk le, már ott köröztek körülöttünk, és a többi Magyarországról érkező turista körül a váltók. Épp ott voltak, ahol mi. Ki sem kerülhettük volna őket, mert ha egy mellett elsisszolunk, biztos egy másiknak ütközünk neki. Mondta az árat, amiről tudtuk, hogy jó ár, sőt, kicsit jobb is, mint amire számítottunk. Hát hiába, Lengyelországban csak jól járhatunk. Ez egy olyan turisztikai célpont, ahol nem arról szól a dolog, hogy hogyan kopasszuk meg az utazókat, mert amúgy is polák-venger, de ezt ugye mindenki tudja. Ha van egyáltalán barátja a magyar nemzetnek, az ugye a lengyel. Forint oda, zlotyi ide. Átszámolom. Te mondom a lengyelnek, ez kevés, mert tényleg kevés volt. Ismerték ezt a magyar szót a váltók, hogy keves, sok, mennyi, ennyi. Ennyit tudtak magyarul. Ő is átszámolja, Prose Bárcó mondja, tényleg véletlen, s hozzátette a hiányzó részt. Na ez is megvan, gondoltam, mikor egy nyugodt helyen próbáltam elpakolni a frissen szerzett vagyont. Bár kitartott volna még kicsit az öröm, hogy milyen jó üzletet kötöttünk, és ki gondolná magáról, amíg nem próbálja ki, hogy a pénzügyletekhez ilyen különös adottsága van. Akkor történt, mikor újra átszámolta, gondoltam, kezemben a paklival, amikor bocsánatkérések közepette kiegészítette a hiányzó összeggel. Akkor nem figyeltünk erre az utólagos korrekcióra. Igen, biztos akkor cserélte ki a bankjegyeket gondosan, pénzméretre vágott újságlapokra. Polák Wenger, Dwa Bratanki. Nem volt pénzünk, azon a pár tízesen kívül, ami az újságpénzeket fette. Az utitársaink összedobtak valamennyit. Immáron nem dönthettünk a vasút mellett. A stoppolás szabadsága, a stoppolás kényszere lett. Nem baj, Lengyelországban vagyunk, tejet meg kenyeret eszünk egy hónapig, de ez nem számít. Szabadságra éheztünk, nem rántott húsra. Az állomásokon alszunk, ingyen szállás, elvisz a rendőr,
Nem bántanak, csak elmondják, hogy már tegnap is elmondták, nem szabad az állomáson aludni. És hogy értem-e? Kérdezték oroszul. Értettem, de másnap újra kezdődött az egész. Gdansk, Gdínia, Szczecin, hatalmas hajók, tenger, homok, napozószékek a parton, tűző nap, erős szél. Először láttam életemben tengert. Itt csúszott először a szemhatár gondtalan az országhatárokon túlra. Aztán stoppal vissza, mivel mással, kis megállás a mazuri tavaknál, már csak ketten vagyunk a barátnőmmel, a többiek vonattal elmentek, elegük volt a szabadságból, egy budai fiatalnak ebből ennyi még sok is, nem hülye, hogy ne tudná elképzelni, milyen a visszaút rossz minőségű haszonjárműveken. Ez a pár nap tényleg pihenés, mondtam. Végre nem kell minden intimitás miatt zavarba lenni, hogy a többiek ezt nem tehetik meg, mert pont nem a barátjukkal vagy barátnőjükkel vannak, mert olyan épp nincs. Ráadásul a kemping ingyen van. Kiülünk a tó partjára, mint az igazi nyaralók, előpakolom a könyvet, amit ezekre a nyugodt napokra hoztam, Lukács, az esztétikum sajátossága első kötet. Úgy gondoltam, ilyen lengyelországi túrához ez passzol. Ültünk, az állomásokon töltött éjszakától kimerülten, előttem hevert a könyv, kinyitva, de csak üresben bámultam a lapokat, nem elevenedett meg számomra a művészet, mint a vallással szembeni harcos, egy felvértezett modern Szent György, aki a tévképzeteket szabjával kaszabolja le az emberek szívében, hogy aztán a megürült helyre végre ő maga költözhessen.